több módosításról is döntött szerdai ülésén a kormány a kibővített és igazságosabb UDI rendszerrel kapcsolatban, mondta a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón Kurucéva. Azt már most lehet látni, hogy az új rendszert a magyarok döntő része elfogadta, sőt támogatja. 20 nap alatt közel 1 millió matricát vásároltak a magyar autósok, ami több mint a duplája a tavalyi adatoknak. A kormány azonban azt is látja, hogy vannak még rendezésre szoruló vitás kérdések. Az elmúlt hetekben az autósok és az üzemeltetők is sok fontos tapasztalatot gyűjtöttek a megújult rendszert illetően. Minden új rendszer esetében, hiába vannak előzetes számítások és tanulmányok, felmerülhetnek problémák, amelyek csak a gyakorlatban, azaz a próbaüzem során derülnek ki. A kormány a tegnapi ülésén áttekintette a beküldött észrevételeket és elemezte a próbaüzem tapasztalatait. A kormány a rendszer elvi alapjait megerősítve több módosításról is döntött az UDDI rendszerrel kapcsolatban. Fónagy János államtitkár bejelentése szerint február 1-től a megyei matricák nem a megye határ előtti utolsó, hanem a megye határ utáni első csomópontig lesznek érvényesek, illetve több új díjmentes szakasz is lesz. meggyőződésünk, hogy egy ilyen bonyolult, nagy kiterjedésű rendszernél az igazi tapasztalatokat, azokat a gyakorlat hozza. Elhangzott, a kabinet döntött arról is, hogy a Megyeri Híd mintájára a Dunaújvárosi és a Szexárdi autópályahidak használatát is díjmentesét teszi, a Pentele és Szent László idakra tehát a továbbiakban nem kell egyetlen matrica sem. Fontos változás, hogy ingyenes lesz a négyes számú főútnak Budapest felől a liszt ferenc nemzetközi repülőtérig tartó néhány száz méteres szakaszának használata is. Fonagy János kiemelte, a kormány eltörli az 1470 forintos szolgáltatási díjat a megyei matricák bevezetésével összefüggő ügyekben. Azok tehát, akik januárban jogosultság nélkül hajtottak díjköteles szakaszokra, nem csak a pót mentesülnek, ha február végéig éves matricát vesznek, hanem az egyéb esetekben szokásos szolgáltatási díjat sem kell megfizetniük. A kormány döntése szerint a négy vagy több gyermekes nagycsaládok és a mozgásukban korlátozottak számára utólagos kompenzációt biztosítanak a D2 és D1 kategóriák díjai közti különbség megtérítése érdekében. A kompenzáció jogszabályi feltételei áprilisra teremthetők meg a készülő rendeletmódosítás kapcsán feleslegessé váló megyei matricákat az új előírások hatályba lépése után báthatják vissza. A Nemzeti Udi Fizetési ZRT jelenleg azon dolgozik, hogy ezt minél egyszerűbbé tegye az ügyfelek számára, és keresi a szokásos ügyintézési formáknál kényelmesebb megoldásokat.